Egy-egy készítmény esetében korábban is előfordult átmeneti hiány. Az újdonság inkább abban van, hogy bizonyos termékekből hosszú ideje nem érkezik számottevő mennyiség a patikákba a nagykereskedőktől. Gyógyszer hiányról vagy bizonyos kereslet növekedésről tulajdonképpen folyamatosan lehetett az utóbbi években is hallani. A pandémia, tehát gyakorlatilag megjelenése is az elmúlt 3 év kapcsán a légúti megbetegedések kezelésére szolgáló készítmények vonatkozásában periódikusan tapasztalhatóak voltak szállítási kiesések, és tulajdonképpen így egyfajta ellátási problémák, de összességében azt mondhatjuk, hogy ha nem is egy-egy konkrét készítménnyel, de nagyon széles gyógyszerpalettánk van Magyarországon, és minden esetben szinte mondhatjuk, hogy rendelkezésre állnak olyan helyettesítő készítmények, amelyekkel a betegeknek a panaszait enyhíteni lehet, illetve amelyek tudnak igazodni az orvosok által felírt gyógyszerelési szokásokhoz. 3 olyan készítményt vagy termékkört érint jelenleg a készlethiány, amelynek helyettesítése nem megoldható. Jelenleg hiány mutatkozik a különböző felső légúti megbetegedések kezelésére szolgáló kombinált gyógyszerkészítményekből, tehát itt különböző italporokra, illetve kombinált tablettákra, kapszulákra kell gondolni, amelyek lázcsillapító, köhögéscsillapító komponenseket, C-vitamint tartalmaznak, de tulajdonképpen, hogyha megnézzük ezen készítményeknek az összetevőit, minden esetben segítséget tudunk nyújtani, akár betegre egyénre szabottan is a terápiában, tehát a készítmények akár egyes komponensenként, de mindenképpen rendelkezésre állnak. Felröppentek olyan hírek is, hogy bizonyos antibiotikumokból is hiány mutatkozik, viszont hát nagy számú készítmény van forgalomban, és itt is a helyettesíthetőség gyakorlatilag minden esetben megoldható, amennyiben nem, abban az esetben pedig az orvossal való konzultációnál mindig találunk a páciensek számára a megoldást. Szintén hónapok óta hiányzik a szemaglutid tartalmú cukorbetegségek kezelésére szánt injekció. Ez népszerű készítménynek számít a cukorbetegek körében, ezért is probléma az ellátás hiánya. Több helyen okoz gondot, hogy a helyettesítő gyógyszer is kifogyott a raktárakból. Szalai Anna Mária gyógyszerész érdeklődésünkre elmondta, hogy mindenkinek segítenek a hiánykészítmények más, hasonló összetételű készítménnyel való kiváltásában.